Évízváros önkormányzata 515,96 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert Egregy városrész fejlesztésére, így megvalósulhatott régóta dédelgetett álma a Korok és Borok elnevezésű egregyi sétaúttal. Egregy történelmi emlékei, régészeti leletei, évszázados szőlőkultúrája méltó arra, hogy ezt a látogatók megismerjék. A beruházás állomásai a város múltját idézik fel. Az ideérkezők kellemes sétát tehetnek a Domföldi úton, ahonnan varázslatos panoráma nyílik a Pannon vidékre. Amint egy másfél kilométeres sétaúthoz kapcsolódóan Hévíz évezredeit bemutató múzeumi épületet és kiállító teret építetett, mellette rendezvényteret alakítottak ki, bemutatva a földben rejtőző római romokat is. Sétán kiinduló pontja a római kori romkert és a múzeum volt, ahol megismerhettük a római kortól a kereszténység, a magyarság megjelenéséig tartó időszak tárgyi emlékeit. Modern, látványos bemutatótérrel rendelkező Egregyi Múzeumban a Hévíz évezredei című állandó kiállításon különleges régészeti leleteket fedezhettünk fel. Egregy története az Árpád-korig nyúlik vissza, amikor az itt élők már szőlőműveléssel foglalkoztak. Erről 1221-ben íródott feljegyzés is tanúskodik. S habár a török időkben a falu elnéptelenedett, a 18. században német telepesek újra benépesítették a környéket, folytatva a szőlőtermelés hagyományait. A legjelentősebb lelet a Hévíz egregyi város részében a 2001 esztendőben lefolytatott régészeti feltárások során előkerült, kora császárkorból származó, közel 1000 négyzetméter alapterületű római, korridoros villa, amely csaknem 4 évszázadon át, az első század első felétől az 5. század elejéig volt lakott. Ez az épület, aminek az alapfalait itt konzerválva láthattuk, ez az épület 400 éven keresztül volt használatban. Először, még az első század közepe táján, ezt egy Tiberius érem alapján merjük állítani, egy 100 négyzetméteres gerendákból készített boronaház állt itt. Ez az első század végén leégett, és a helyére a második század elején egy több mint 1000 négyzetméteres nagy kőépületet emeltek. Gazdasági rendeltetése lehetett, hiszen központi fűtésnek és egyéb épületi diszeknek, falfestménynek nem találtuk nyomát, bár érdekes mód az épületnek az északnyugati sarkában egy meleg, langyos és hideg vizes medencével rendelkező kis fürdőt rendeztek be. Ez a kőépület a második század második felében a markomán-szarmata háborúk idején elpusztult, leégett, és a harmadik század elején építették újjá. Akkor a funkciója is megváltozott, mert a közepében egy Mitrasz istenségnek szentelt szentéllyel gazdagították. A Mitrasz ugye a termékenység istene, aki december 25-én született, egy iráni eredetű, de az egész birodalomban elterjedt és tisztelt istenség volt. A szentélyt valamikor a 4. század elején feltehetően keresztények pusztították el, és az épület alaprajzát is átrendezték ekkor. Akkor már biztos, hogy raktár célját szolgálta, hiszen a korábbi terazzó padlók helyett is mindenhol csak döngölt agyag padlót találtunk. Az épület bejáratát a keleti oldalról áthelyezték a nyugati oldalra, és mivel már több száz év eltelt, és feltehetően süllyedni kezdtek a falak, a déli oldalt támpillérekkel támasztották meg. Előkerült a legfelső járószinten talált leletek, elsősorban besimított kerámiák alapján, valamikor az 5. század első felében, az 5. század közepén tűzvésznek esett áldozatul az épület, és ezután már nem építették újjá.
Csévízvárosa ezzel a projekttel egy újabb turisztikai attrakciót szeretett volna a nagy közönség elé tárni, melynek része egy római kori rom, amit már egy előző projektben megvalósítottunk. Ezek mellett felújítottuk a Domföldi utcát, és egy borutat szerettünk volna létrehozni az ide látogató turisták számára. A projekt része még az Árpád-kori templomnak a felújítása, renovációja, valamint ez a múzeum, amely most éppen tartózkodunk, mely Hévízváros kulturális örökségeit próbálja meg bemutatni, több-kevesebb sikerrel, reméljük sokkal. A múzeum melletti dísztéren áthaladva kapaszkodunk fel az egregyi szőlőhegyre. A Domföldi úton bandukolva elénk tárulnak a Pannonvidék szőlőtermelő lankái és a Keszthelyi hegység kontúrja is. A sétaúton ránk váró 4 állomás pihenésre és történelmi tapasztalatszerzésre is lehetőséget ad. Ezt a hegykaput 2003-ban emelték, ott látható egy kis résztábla az oldalában, hogy kik, tehát a helyi gazdák és az önkormányzat és a hegyközség. Előtte alakult meg a Cserszegtoma, a Hévízegregy hegyközség, most már Balaton melléki borvidék van, tehát egy még nagyobb egységbe integrálódott, Balaton-Edericsi borvidékbe. Akkor létesült ez a hegykapu, viszont maga a jelenet, az egy egregyi szüreti jelenet, a jellegzetes kőből rakott bogárhátú pincében, háttérben az Árpád-kori templommal, vidám szüretelőkkel, és ezt egy sepsi-szentgyörgyi, tehát székely atyafiak faragták, a sepsi-szentgyörgyi Árta Veres cég készítette ezt a faragványt, és 2003-ban lett itt elhelyezve. A római sírig levezető kis ösvény mellett római zászlókat látunk. Valójában egy közrendű halottról, polgárról van szó. Egy még feltáratlan temetőnek egyik sírja lehet ez a lelet. Egyébként római pénzek, téglaégető kemence, tehát több római korból való lelet is előkerült itt Egregyen, nem csak a Villa Múzeum mellett, vagy a Villa területén, ahol az előbb voltunk, hanem máshonnan is. A kirándulás megkoronázásaként a homokkőből épült Árpád-kori műemléktemplomig jutottunk, melynek különlegessége a 8-szögű, csűrlős sisakkal fedett torony. Azonnal szembe tűnik, hogy milyen szépen elhelyezték a tájba ezt a templomot, és maga az épület is milyen szépen simul bele a tájba arányaival, méreteivel, kialakításával. Kelet-nyugati tájolású, tehát nyugaton emelkedik a torony, a templomnak a legszebb része a torony, amely már a gótika felé mutat, tehát nem zömök, nem sündisznószerű a templomnak a megjelenése. Nem annyira a védelmi jelleg, hanem már az ég felé törés, az elegancia is megfigyelhető benne a gótikának az eleganciája. Ugye a toronyhoz a nála alacsonyabb és szélesebb hajó, ahhoz pedig a hajónál alacsonyabb és keskenyebb szentély kapcsolódik. Ez egy gyönyörű ritmust ad magának az épületnek, és ugye ez gyönyörűen a tájba van helyezve. A projekt az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával 100%-os intenzitású támogatással valósult meg. Bizony pajtás, ha nem hiszed, eredj Egregyre, vagy ahogy ők mondanák, erdje Egregyre. Gratulálunk!